szobor. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Nyíregyházán a Hősök terén közös megemlékezést tartott Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. Az 1920. június 4-i trianoni békeszerződés 96. évfordulóján a történelmi tragédiára emlékeztek. A megemlékezésen Kozma Péter, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal kormány megbízottja mondott köszöntő beszédet. Emlékeznünk kell Trianonra. Annak okán, hogy a történelem tanúságaiból tanuljunk. És legfőbb tanúsága Trianonnak többek közt az is, hogy mi magyarok össze kell, hogy tartozzunk a diaszpórában, Árciumban, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken, Őrvidéken. Mert mi magyarok erre vagyunk ítéltetve, és mi magyarok mindig megmutattuk azt, hogy európaiak vagyunk, keresztények vagyunk. És ez a felelősségvállalás és tudat ma egyre inkább időszerű. Mint ahogy az igazság mindig időszerű, mert Trianon igazságtalan béke volt. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezésen a nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos gimnázium tanulói léptek közönség elé, majd Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet. A megemlékezést gondolataival dr. Úrik Attila nyíregyháza alpolgármestere zárta. Soha az emberiség történelmében nem történt még olyan lépés, amely figyelmen kívül hagyta a politikai és a józanésznek a megfontolásait, amely úgy bánt el egy nemzettel, mint ahogy 1920-ban ezt velünk tették. Hiába Aponyi Albertnek a nagyhadású beszédei és politikai ismertsége és tudása. Hiába az úgynevezett vörös térkép, amely dr. Teleki Pál, az akkori, igen, nemzetközileg híres földrajztudó Magyarország későbbi miniszterelnöke vitt el, bizonyítva azt, hogy az meghúzandó határok nem magyar diaszpórákat érintenek, hanem tömbben élő magyar lakosságot. Hiába a nemzetközi koalíció, mely a béketárgyalásokat kb. Másfél évig vezette, annak az Edward Benesnek hitt, és az Edward Benesnek a gondolatait tette magáévá, akinek a dekrétumait mind a mai napig érvényben tartják, és érvényben tartották északi szomszédainknál. A megemlékezés a történelmi egyházak közös imájával zárult, majd Nyíregyháza önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal a Hősök terén lévő Trianon emléktáblánál közös koszorút helyezett el.